Matthias Zollner menesztését követően a korábbi másodedzővel, a Honvéd legyőzésével nyitott Alejandro Zubillaga együttese és a Fehér Mezesek a tabella alsó felében rostokoló somogyi csapat ellen is tovább építették elvesztett önbizalmukat. Ezt az is mutatta, hogy a meccs elején mindjárt 9-0-ás rohanásba kezdtek, 3 perc után tudott először kosarat szerezni a Kaposvár. A vendégekben rendesen benne maradt az ütés, sok hibájuk, eladott labdájuk már az első negyedben megpecsételte sorsukat. Mindeközben az Alba szárnyalt, és az első 10 percben több mint 30 ponttal sorozta meg Henley Rolandékat, akik alig találtak a gyűrűbe. Vojvodáik közönség szórakoztató játékkal a második negyedben is 33 pontot dobtak, miközben a Kaposvár valamelyest magára talált, de így is 30 pont körüli volt már a különbség a két együttes között. A fél időben már csak az volt a kérdés, hogy mikor jut 100 pont fölé a házigazda. Vojvodáik lubickoltak, a csapatkapitány szórta a pontokat és gólpasszokat, 23 pontjával és 6 asszisztjával igazi vezére volt a csapatnak szülővárosa együttese ellen. Az Alba a záró játékrész elején már is elérte a 100 pontot, és meg sem állt 121-ig. A hazai közönség vastapsa jutalmazta a produkciót, remélve, hogy a nemzetközi válogatott szünet után az alapszakasz hajrájában is kitart a Zubillaga legénység lendülete. A végeredmény szezoncsúccsal Arkonik Alba Fehérvár Kaposvár 121-93. Az volt a célunk, hogy szórakoztató játékkal rukkoljunk ki hazai pályán is, amivel visszaszerezhetjük szurkolóinkat. Nagyon örülök a győzelemnek, amit kértem a csapattól, azt maradéktalanul megvalósította. Fontos volt a stabil védekezés és az abból következő támadások vezetése. Megérdemelten nyertünk, és nagyon bízom abban, hogy hasonló lesz a folytatás is. A bajnokságban most szünet következik, az Alba legközelebb március 4-én Sopronban lép pályára.